Mivel sokakat érdekel szerintem, hogy mi is az eredeti jelentése a szavaknak, megtudhatunk-e többet, ha a piktografikus jeleket használjuk, és biztosan vannak olyanok, akik nem elégszenek meg a magyar fordítással, hanem szeretnének többet megtudni a teremtő szaváról, ezért gondoltam, hogy egy kis segítséget nyújtok ezeknek az embereknek amennyiben nem beszélek angolul, és elkészült a Paleo és a Modern Héber ABC-nek a táblázata. Itt megtalálható, hogy azt szeretném elmagyarázni majd, hogy hogyan is működik, bár szerintem egyértelmű, de egy egyszerű példán keresztül megmutatom, hogy hogyan használhatjátok, és szerintem nagyon-nagyon hasznos, és szórakoztató és élvezetes is a használata úgyhogy meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan is működik. Először is a bal szélen látható a piktográf, vagyis a, a piktografikus ábrázolása annak a hangnak, illetve annak a karakternek, amit az új Héberben, illetve a modern Héberben megtalálhattok majd a különböző konkordanciákban. Ez található a bal oldalon, két oszlopban, helyezkednek el a karakterek így, talán egyszerűbb, mint hogyha egy hosszabb kép lenne. A második oszlopban maga a név található, illetve az új Héber karakter. A neve a betűnek és a karakter az új Héberben. Ugye az első az Aleph, és ez a jele. Aztán Bet, mel, dalet, hely és a többi, és a többi, és folytatódik a jobb oldalon. Utána pedig a szimbólum, amit mi ma használunk, illetve ahogyan nagyjából át lehetne fordítani a mi ABC-nkre. Így, így értelmezhető a három oszlop. Még annyit, hogy zárójelben megtalálható a Héber karakter mellett az az érték, melyet ők hozzárendeltek a Történem során, és ugye használták magát a, a gemátriát természetesen. Erre is megvannak a megfelelő kalkulátorok, ebben most nem megyek bele. Erről is készült már videó, de a zárójában levő szám, az a számértéket jelképezi, melyet ők hozzárendeltek ehhez a karakterhez. Aztán megtalálható a rövid leírása és értelmezése annak a piktográfnak, a piktografikus karakternek, illetve annak a modern héber betűnek, amit éppen vizsgálunk. Az alef esetében ez egy ökörfej, maga a, a, paleo karakter, egy ökörfej, melynek jelentése erő, hatalom, illetve az atya, vagy hua, egy vezető, családfő, valamint csatlakozni, vagy tanulni, ettől a vezetőtől, vagy valakitől. Ez jelenti ez a karakter. Ha tovább megyünk, nézzük meg az Ain-t. Ain egy szemet jelképez, és aláhúzva megtaláljátok azt, hogy mi is a karakter maga. Ez a karakter egy szem, ezután pedig szépen sorban a különböző értelmezési módjait. az Ain, mivel egy szem, ez a látást, vagy a víziót, vagy egy víziót jelent, illetve spirituális értelemben látást, víziót, de jelen nézni, tudni valamit, illetve maga a ruák, a lélek és a szó vezetését is jelképezi, ahogyan a szellem, illetve a szó vezeti az életünket. Ez mind-mind az AIN karakter. És így tovább, és így tovább. Nézzük meg egy egyszerű példán, hogy hogyan is lehetne ezt használni a valóságban, ez a szó, amit látok a képernyőn nem más. Strongs H-8451, Torah. Torah. Mely természetesen törvényként van lefordítva, illetve törvényként használja az írás, azonban az eredeti jelentés, az elsődleges jelentése, instrukció, vagy pedig iránymutatás emberi, vagy úgymond Elohim-től származó. Tehát nem törvény az elsődleges jelentése, hanem instrukció vagy iránymutatás, és csak a másodlagos jelentése törvény. A Héber Kádeusi lexikonban instrukció vagy pedig tanítás a tora, és csak a második jelentése törvény. Úgyhogy ez egy nagyszerű példa arra, hogy a fordítás során hogyan is módosultak a bizonyos dolgoknak a jelentése, és hogyan is lehet befolyásolni az ember gondolkodás módján, azzal, hogy nem instrukciónak, vagy iránymutatásnak hívjuk a teremtőnek a, a rendeléseit, illetve a törvényeit, hanem egész egyszerűen törvénynek. És mivel nem ez az elsődleges cél ennek a videónak, itt meg is állnék, de szerintem érdemes ezen elgondolkozni mindenkinek. Ami azonban fontos most számunkra az, hogy hogyan is tudjuk ezeket a karaktereket értelmezni. Ugye ez négy karakter, ezt mindenki látja. Rá lehet jönni előbb-utóbb, ha használjuk ezt a táblázatot, hogy melyik karakter a, a mi ABC-nkben mit jelképez az ő abc -ükben. azonban nézzük, hogyan is tudjuk beazonosítani. Nyilván meg kell jegyezni valamilyen formában ezeket, és összehasonlítani a táblázattal. Az ott látott Héber karaktereket a középső oszlopban találjuk. Elárulom mindenkinek, hogy lesz egy ta, benne, valamint egy vav, egy res, amely... Itt található egy res, illetve egy Hey. Szóval egy ta, egy vav, res és egy hey alkotja a tora szót. Most már csak meg kell keresnünk, hogy ezek a karakterek egyenként mit jelentenek, és megpróbálni összeolvasni, és, és nem elfelejteni azt, hogy mi a szónak a jelentése a szótár szerint. Szótán szerint instrukciót, iránymutatást jelent, vagy pedig valamilyen rendelkezés, törvényt, vagy pedig e, szokást. Ugye a tavval kezdődik, mely az utolsó karaktere az ABC-nek keresztbetett botok, maga a, a kép, ez amúgy jelzés jelent, egy jelképet, egy aláírás, egy jelet, egy emléket, vagy egy emlékművet. Ha tovább haladunk, a VAV, akkor az egy szeget jelent, vagy egy kampót, ugye maga az ábra is egy szeg. Itt látható maga a Héber karakter, ugye a középső oszlopban. Ez annyit tesz, mint hogy hozzáadni, vagy biztosítani valamit, akár fizikailag is, és csatlakozni valamihez. Ezután következik a res. A rest ismerhetitek már a videóban, elég sokszor előfordul, ez egy fej, egy emberi fej, mely a gondolatokat elképezi, de akár lehet vezetés, vagy vezető, vezér, akár első kezdet, vagy valaminek a teteje csúcsa. Az utolsó pedig a hely, amely egy ember felemelt kézzel, és ez a karakter pedig annyit tesz, mint csodálat, vagy ámulat, akár lélek, egy sóhaj, vagy kinyilatkoztatás, illetve a ruák, vagyis a lélek. Ha összeolvassuk, akkor így értelmezhető, legalábbis az én olvasatomban: a thora maga egy jel vagy egy jelzés, mely csatlakoztat minket, vagy biztosít minket a vezető kinyilatkoztatásához. És amennyiben belegondolunk, hogy mi is valójában a thora, tulajdonképpen pontosan ezt jelenti. És nagyszerű, hogy rendelkezésünkre állnak ilyen információk, és sokkal mélyebben bele tudunk ásni. Teremtő szavában is értelmezhetjük azt különböző nézőpontokból. Ennyit erről, remélem hasznosnak találtátok, és ha használni fogjátok. Én mindenképpen arra bátorítok mindenkit, hogy használja, hiszen nagyon-nagyon hiszen hasznos, legalábbis szerintem nagyszerű eszköz, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!